Szakbizottság éves közgyűlése, illetve egyben tisztítő közgyűlése az alapszabály és az SMS szabályai szerint kerül lebonyolításra, ugyanúgy, mint a többi szakágnak a hasonló közgyűlése. Kép- és hangfelvétel, illetve írásos jegyzőkönyv is fog készülni erről, illetve egy élő közvetítés is. Folyik a Rányosi Fogadható Szakbizottság Facebook oldalán is közvetítésre kerül a közgyűlés, és ott is ezt lehet követni. Azt szeretném mindenkitől megkérni, hogy a telefonjaikat halkítsák le, hogy amennyiben hozzászólás van, azt hát elsősorban mikrofonban, vagy hogyha nem tudod odajutni, akkor majd nagyon hangosan legyenek kedvesek mondani. Maximum 5 perces időkeret van egyébként a hozzászólásokra. Azt szeretném mindenkitől kérdezni, hogy kérni, hogy a szavazásra jogosultak ne bújjanak el, hanem hogy ők jöjjenek előre, hogy nehogy az legyen, hogy egy szavazatot esetleg valahogy nem látunk. Hogyha ugye az SMS 6-os paragrafus 7 bekezdés szerint a felszólaló azért a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, ezért arra kérem mindenkit, hogy ha valaki felszólal, akkor előtte érthetően mondja a nevét, mert hogyha az a felvételen sem érthető, akkor ugye nyilván ezt a jegyzőkönyvben sem tudjuk rögzíteni. Én ennyit szerettem volna előjáróban elmondani, és nem tudom még egy hivatalos megnyitót, hogyha ezt tekintjük, akkor hivatalos megnyitónak. Akkor még egyszer köszöntöm Önöket, és a bevezető után áttérnénk az érdemi feladatokra. Ugye majd később az utolsó napirendben, vagy az utolsó előtti napirendben ugye tisztújítás is lesz. Most először azonban a közgyűlési tisztviselőket választjuk meg, ahogy ezt szoktuk. Felolvasom a javaslatokat, és egyben fogom először feltenni szavazásra ezt a kérdést, hogyha esetleg úgy néz ki, hogy nem szavaz a közgyűlés, akkor ugye egyesével név szerint megyünk. De egyelőre minden közgyűlési tisztségre javasoltat akkor fel fogok olvasni. Jegyzőkönyv vezetőre Mitykó Zsuzsira érkezett javaslat. Jegyzőkönyv hitelesítő dr. Nagy Alásonyi Gyula Gábor és Pataki Gergely, és akik a mai nap sztárjai, a szavazatszámláló bizottság, akik ugye a titkos szavazatokat is majd számolják a titkos szavazás során, ők Tóth János, ő az elnök, Takács Attila és Geszterédi László. És ők ugye itt is segíteni fognak a szavazatszámlálásban, nem csak a titkos szavazásnál, tehát őket fogom majd kérni, hogy segítsenek, hogyha bizonytalanság van a szavazatszámlálásban. Tehát akkor legelőször ezt a napirendet föltenném szavazásra, hogy az igen. Bocsánat, Dinnai András vagyok. Mikrofonba kérem. Vagy nagyon hangosan. Szeretnék javaslatot tenni még jegyzőkönyv hitelesítőre és a szavazatszámláló bizottságra. Igen, elvileg most működik. Vinnai András vagyok, és köszönöm, hogy szót kaptam. Szeretnék javaslatot tenni a jegyzőkönyv hitelesítőre és szavazatszámláló bizottságba is. A jegyzőkönyv hitelesítésre Nagy Tibort szeretném javasolni, és a szavazatszámláló bizottságba Des Gábort szeretném még javasolni. Elméletileg a szabályzat szerinti helyek most ki vannak töltve. Tehát plusz főt ugye nem tudok most felvenni. Azt tudjuk megcsinálni, hogy én szavazásra bocsájtom a kérdést, és hogyha elveti ezt a közgyűlés, akkor meghallgatjuk az új jelölteket, fölveszük és róluk is fogunk szavazni. Tomásom szerint az alapszabály nem korlátozza a létszámot. A 2 jegyzőkönyv hitelesítő és 3 szavazott számláló bizottsági tagunk szokott lenni. És én úgy tudom, hogy ez az SMS-ben is így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy döntsön a közgyűlés, tehát és nyugodjanak meg, hogy ezek az emberek csak most fognak, tehát a mai napon fognak ugye tisztséget betölteni. Én azt gondolom, hogy nem most arra koncentráljunk, hanem koncentráljunk a 7-es napi rendi pontra. De természetesen, hogyha most a közgyűlés nem szavazza meg ezt az előterjesztést, tehát hogy kik legyenek a közösségi tisztviselők, akkor az új javaslatát figyelembe vesszük. Jó, tehát én a közgyűlés elé vezetném az én általam felolvasolt neveket. És kérem, hogy aki mindenkivel, amit én felolvastam, egyetért, és igennel szavazott, kérem, hogy tartsa fel a szavazólapját.
De én azt gondolom, hogy a másik szavazatokat, tehát az ellen szavazatokat fogjuk tudni számolni, úgyhogy kérem, hogy vegyék le most az igenek, mindenki, vegye le. És aki nem mer szavaz, nem fogadja el az én javaslatomat, azt tartsa fel most a szavazólapját, és kérem szépen, hogy számoljanak a szavazatszámlálóim. Adnám most szavazásra, tehát aki eddig nem szavazott és tartózkodik, azt tartsa fel most a szavazólapot. Magasra. Egy tartózkodásuk van. Tehát ugye a 164 egyesületből a többség elfogadta, hogy a közgyűlési tisztviselők az általam javasoltak legyenek, 44 nem és egy tartózkodási szavazat mellett. Következő ként ismertetném a napi rendet, bár ez mindenkinek, nyilván mindenkinek ismerős, mindenkihez eljutott. A napi rend az első, ugye, amin túl vagyunk a tisztségviselők, tehát a közgyűlési tisztségviselők megválasztása. A második, a szakbizottság 2021. évi szakmai beszámolója, amit Lázár Vilmos úr fog elmondani. A hármas napi rendi pontunk a 2021. év pénzügyi beszámolója. A négyes napi rendi pont az éves pénzügyi terv, költségvetés, elővezetése és annak elfogadása. Az ötös napi rendi pont a szövetségi kapitányi és csapatvezetői tájékoztatók, a hatos megemlékezések és díjátadások. A hetes a mindenki által várt tisztújítás, tehát a fogadhajtó szakág elnökének és a fogadhajtó szakbizottság tagjainak a megválasztása. És 8-as napirendi pontként pedig az egyebek került kiírásra. Én úgy tudom, hogy további írásos napirendre vonatkozó előterjesztés a szakbizottság és annak elnöke részére a közgyűlés megelőzően legkésőbb 8 nappal, ebben ezen a 8 napos határidőben nem érkezett, tehát a napirend nem lett kiegészítve. A jelölő bizottság részére elküldésre került 2 felvetés, amely a Magyar Lovasport Szövetség főtitkára elnökségi tagja által is megvizsgálásra került, azzal az eredménnyel, hogy ezek a felvetett kérdések, ezek az SMS-ben szabályozott kérdések, és az SMS, ami ugye minden szakágra vonatkozik, az a Magyar Lovasport Szövetség elnökségének a hatásköre, tehát olyan, ami elnökségi hatáskör, és nem csak, és kizárólag ugye a fogadható szakágra és erre a közgyűlésre vonatkozik, azt ez a közgyűlés nem tudja napirendre tűzni. Ezzel a kiegészítéssel kérem szépen, hogy szavazzunk erről a napirendről, ami ugye a mai forgatókönyvünk lesz. Aki az általán felolvasott napirendet és a kiküldött egyező napirendet elfogadja, igennel szavaz, hogy kérem szépen, hogy tartsa fel a szavazólapját. Köszönöm, szerintem megint az esetleges nem is tartózkodást számoljuk. Ha mindenki levette, akkor a nem, tehát aki elutasítja, nem fogadja el a napirendet, azt tartsa fel a szavazólapot. Senki? Vagy látom? Nincs. Nincs. Aki esetleg tartózkodik? Nincs. Olyan sincs. Köszönöm szépen. Akkor egyhangúan elfogadtuk, hogy ez szerint a napirend szerint fogunk haladni. És akkor a szakmai beszámoló elfogadása a gyakorlatilag az első érdemi napirendünk. Én még itt kikiabálnék a hölgyeknek, hogy érkezette nem. Bár nem hölgy mondta, de elhiszem neki. Hogy nem érkezett több egyesületi képviselő, és a szakmai beszámolót akkor hallgassuk meg, és Lázár Vilmos úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm önöket, köszöntelek benneteket, nagyon sokakkal tegeződjük, engedjétek meg nekem ezt a hangvételt. És elhangzott itt a bevezetőben is, hogy történelmi a helyzet. Hát sok tekintetben történelmi. Azt hiszem, hogy ebben a teremben sem voltak még ennyien. Abban a tekintetben is történelmi, hogy azért jó néhány évtizede végig kísérjük, követjük a fogadhajtás történéseit, és még soha
soha ilyen érdeklődés nem volt közgyűlés irány, soha ennyien nem voltak, soha ennyi klub sem volt egyébként, aki képviseltetheti magát, és ebből ilyen százalékban itt vannak, itt vagytok, úgyhogy ezt mindenkinek köszönöm. És ilyenkor is látszik az, hogy micsoda hatalmas erő van a fogadhajtásban. Én mindig ott szoktam elcsodálkozni, amikor egy-egy versenyen végig sétálok a kamionok között, és látom, hogy milyen erőfeszítések. Pontosan tudom, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy fogatot fenntartani, versenyeztetni, az mennyi-mennyi munka, mennyi költség, mennyi energia, erőforrás, és az ott is megmutatkozik, de itt a közgyűlésben is, hogy bízom benne, hogy ezt mindenki jobbító szándékkal teszi. Próbálom röviden elmondani az év értékelését, hiszen fönn van a honlapon, és mindenki elolvashatta, és azért azt is látjuk, hogy egy maratoni küzdelemre készülünk itt a mai nap, egy maratoni közgyűlés előtt állunk. Nem szeretném túlzottan húzni az időt, de azért mégiscsak a legfontosabb történéseket, a legfontosabb dolgokat szeretném elmondani. 2020 és 2021 nem csak évforduló volt, hanem sorsfordító is volt, hiszen 2020. december 31-én elhúlt Mondok József. És az ő távozásával, az ő elvesztésével nem csak egy barátot veszítettünk el, nem csak egy olyan embert, akit rajongásig kedveltünk, nagyon sokan, egy színes egyénisége volt ennek a sportnak, hanem elvesztettünk egy komoly tisztségviselőt, a fogadhajtó szakág elnökét, és ezzel a kereszttel, ezzel a nehézséggel indultunk neki a 2021-es esztendőnek. Mindezt tetézte, hogy a vírushelyzet nem múlt el, sőt még egy herpes vírus is a lovak körében terjedni kezdett a világon, tehát sok-sok nehézséggel küzdöttünk el, és azt láttuk, hogy egy nehéz év áll előttünk, hiszen 4 világbajnokságra és 2 Európa-bajnokságra kellett, hogy készüljenek a versenyzőink, plusz a rengeteg hazai verseny, amit meg kellett rendeznünk, köztük a jubilami 4-es fogadhajtó Európa-bajnokság, tehát azt láttuk, hogy rengeteg a feladat. És dilemmában volt a Magyar Lovasszövetség elnöksége, hogy mit tegyen ezzel a helyzettel. Csak a fogadhajtásban kellett volna, hogy tisztulításra kerüljön, hanem a díjúratásban is. És az első időben nem lehetett jelenléttel közgyűlés megszervezni, azt pedig nem szerettük volna, hogyha itt bármiféle online formába átmegy ez. Utána, amikor megnyílt ennek a lehetősége, akkor már benne voltunk a versenyszezonban, és már sok bírálatot kaptunk azért, hogy jól döntöttünk el. Én azért mégiscsak felvállalom, hogy abban a helyzetben ez mégiscsak egy jó döntés volt, hogy úgy döntöttünk, hogy a szakágak élén, illetve a díjugrató szakág élén marad a vezetés, és az elnökség engem jelölt ügyvezető elnöknek a fogadhajtó szakág élére. Nyilvánvalóan tudtuk, hogy ez hatalmas nagy feladat, és azt is tudtuk, azt is láttuk, hogy sok-sok olyan feladat vagy megoldandó probléma van, amit nem fogunk tudni megcsinálni, hiszen nem tudunk szétszakadni, és éppen ezért abszolút a túlélésre játszottunk, hogy minden lemenjen, minden lebonyolódjon, és hogy így nézzünk, akkor talán sikeresnek mondhatjuk az elmúlt esztendőt. Ha csak a számok tekintetében nézem, hogy a magyar érmek, a fogadhajtásban elért magyar, európai és világbajnoki érmek, hogy gazdagodtak, 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzérelmen 4 érmet szereztünk, akkor nyilván a számok tekintetében ez abszolút sikeresnek mondható, de hozzáteszem, hogy sok feladat van a következő szakágvezetés számára, amit mi nem tudtunk végrehajtani, nem tudtunk megoldani. Az eredményekről csak tényleg a legmagasabb, a legnagyobb, a világbajnoki, Európa-bajnoki érményünkről beszélek, mert nyilván a 2-es fogadhajtás volt az ászlós hajó. És az a történelmi siker, amit a 2-es fogadhajtók, Hölle Martin és a magyar csapat elértek, az úgy gondolom egy fantasztikus eredmény. Zsinórban 5-5-ször nyertük meg, mindegyéniben, mind csapatban a világbajnokságot. És Hölle Martin, hogy harmadszor is világbajnok tudott egymás után lenni, 2-szer védte meg a címét, ezzel úgy gondolom, hogy abszolút aranybetűkkel került a neve a magyar fogadhajtás történetébe, történelmébe. De volt egy csapataranyérmünk is, és erről is érdemes néhány szót mondani, hiszen a szezon elején nem álltunk túl jól. Nem éreztük azt az erőt, hogy ezt a csapataranyérmet, ezt meg lehet szerezni, meg lehet védeni a világbajnoki címet.
És nyilván elsősorban tehetséges versenyzők kellettek hozzá, de a csapat aranyérem mögött ott volt egy nagy összefogás is, hiszen mindenki akarta, hogy ez megvalósuljon. Ifjabb Dobrovisz József a Lázár Zoli által felkészített fogadtal tudott részt venni a világbajnokságon, és ifjabb Fekete György pedig a család hatalmas támogatásával és az édesapa végül is az édesapa felajánlásával tudott méltó módon kiállni ezen a világbajnokságon. A szövetség annyival tudta segíteni, hogy versenykocsit és edzőtábort szerveztünk a szövetségnek a költségvetéséből, és tényleg egy fantasztikus sikert értek el. A Fekete Györgynek a története az tényleg egy ilyen mesébe illő dolog, hiszen kis fiatalkor, szinte gyerekkora óta ismerjük, végigkövettük, és hogy a C kategóriától kezdve végig versenyezte minden egyes kategóriát, és tényleg nem hatalmas nagy pénzek álltak mögötte, hanem a családi összefogás. Én azt gondolom, hogy az ő sikere, az ő aranyérme is egy példa lehet mindenki előtt, hogy igenis van lehetőség és van esély, hogy a C kategóriából a világbajnoki győzelem felé evezzen bárki is. Volt még világbajnokság, hiszen a fiatal lovak világbajnokságáról is meg kell emlékeznünk, ahol szintén egy éremmel, egy ezüst éremmel gazdagodtunk. Itt Velkán és Béganyi Csaba nevét kell megemlíteni, akik ezt az eredményt szolgáltatták. És híresen az utánpótlás kategóriák mindig kecsegtetnek egy-két kiváló eredménnyel, és ezen az utánpótlás Európa bajnokságon Juhász Péter junior póni kettesek között bronzérmet nyert. Természetesen emellett még sok-sok eredmény és sok-sok méltatás lesz, ott látjátok a díjakat, ott még mindenkit ki fogunk szólítani és mindenkit meg fogunk említeni, aki komoly eredményt ért el ebben az évben. De azért a statisztikánk nem rossz, hiszen a magyar fogadhajtás az elmúlt 50 esztendőben 109 érmet, ebből 48 aranyérmet szerzett. Úgyhogy ez, én azt gondolom, nemzetközi kitekintésben is komoly eredmény. Csak nagyon zanzásítva a számokról. Ahogy itt elhangzott, korábban 177 egyesületben zajlik a munka. 177 olyan sportegyesület van ma Magyarországon, ahol nem csak versenyző van, hanem starttal rendelkező versenyző van, aki bármilyen fogadhajtó versenyen elindult. 578 licenszel rendelkező versenyzőnk van. Ha az évek szerint összevetjük ezt, akkor hát részben optimisták és részben negatív számokat is láthatunk, hiszen 2019-ben 646, 2020-ban 526-ra esett vissza az aktív versenyzők száma, és 2021-ben egy komolyabb emelkedés volt a 20-as évhez képest, nyilván nem a 19-es békeidőkről beszélünk, 578-al zártuk az esztendőt. 5 helyszínen tartottunk rajtengedélyvizsgát, 53 új versenyzők van, 53-an tettek sikeres rajtengedélyvizsgát. A versenyek számokban 143 helyszínen 153 versenyt rendeztünk. Én nem is a 153-on lepődtem meg nagyon, hanem a 143 helyszínen. Ez azt jelenti, hogy az országban 143 helyen van olyan aktív fogadhajtó pálya, ahol versenyt tudnak rendezni. 143 helyen van olyan csapat, olyan team, aki ezt meg tudja rendezni, és van aktivitás. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan bázis, amire abszolút pozitívan lehet a jövőt építeni. A startok száma 4189 volt, ez a béke időben bőven 5000 fölött tetőzött, ezért még van hova fejlődni. A versenyek, a kiemelt versenyeket, ami az A kategóriának az országos háromnapos klasszikus versenyét jelenti, ezt 6 helyszínen tudtuk 2021 esztendőben megrendezni, ami szerintem nem egy magas szám. De hogyha nemzetközi viszonylatban nézzük, hogy mennyi verseny maradt el, és egy-egy komoly fogadhajtó nemzet életében is, vagy komoly fogadhajtó nemzetnél is hány versenyt rendeztek, összességében ezzel a számmal mégis azt mondom, hogy meg kell elégedni, de ez a közeljövőben biztos, hogy emelkedni fog. 3 világkupa minősítő versenyt rendeztünk, Vecsésen, Bugacon és Szilvásváradon. Ugye 2 régiói helyszínünk, Bugac és Szilvásvárad újra képbe került, aminek nagyon örülünk, hiszen
mind a két helyszín egy olyan brendet birtokol, egy olyan brendet, egy olyan márkát képvisel, amire szintként lehet építkezni. És örülünk neki, hogy a Magyar Lovas Szövetség a megkarcsúsított, jelentősen megkarcsúsított versenytámogatásból mind a három helyszínt tudta támogatni, és ezzel elősegítve, hogy Bugat és Szilvásvár új helyszínként, és reméljük, hogy hosszú távon megmaradó helyszínként lépett bele a versenyrendszerünkben. Az év kiemelt eseménye a Jubilumi 4-es fogadhajtó Európa-bajnokság volt. Hát mit is mondjak róla, főszervezőként olyan túlzottan nem akarom megdicsérni, inkább azt mondom, hogy mi volt a szakmának a véleménye, és sok-sok helyről tapasztaltuk, tapasztaltátok mondták, hogy minden idők legkomolyabb 4-es fogadhajtó Európa-bajnokságának minősítették. Én úgy gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, bár arról is beszélni kell, hogy az eredmények messze elmaradtak attól, amit vártunk, amit reméltünk, és ez önmagában a 4-es fogadhajtásunknak a jelenlegi helyzetét is valamelyest tükrözi, bár azért ennél kicsit előrébb állunk, mint ahogy ez a verseny sikerült, de itt megint csak lesz tennivaló, hogy újra a 4-es fogatok is oda kerüljenek abszolút az elejébe. Ez az Európa-bajnokság, ez egyrésztől emelte a presztízsünket, ami nagyon fontos dolog, hiszen hogyha a magyar fogadhajtást bele akarjuk helyezni a nemzetközi vérkeringésbe, akkor fontos az, hogy felnézzenek ránk, fontos az, hogy a presztízsünk erős legyen, és ez az Európa-bajnokság, ha más nem, ezt 100%-ban szolgálta. És az is egy örvendetes dolog, hogy egy új pályával gazdagodtunk, egy olyan állami tulajdonban lévő területen lévő pálya és beruházás létesült, ami bízom benne, hogy szintén hosszú távon Budapesten is szolgálni tudja a fogadhajtás jövőjét. Egyébként hozzáteszem, hogy a pálya, maga az akadályok, az a Magyar Lovas Szövetség könyveiben szerepel, tehát az a mi tulajdonunkban van, azzal mi rendelkezünk, és ez is valamelyes biztonságot jelent a jövő szempontjából. Volt a Fiatal Lovak Világbajnokság a Szilvásváradon. Szilvásvárad is egy olyan helyszín, ami nagyon kell, hogy bekerüljön a vérkeringésbe. Egy fantasztikus stadion épült erre az évre, illetve az előző évre elkészült a maratonpálya, ami alkalmassá teszi egyáltalán komolyabb versenyek megszervezésére, és bízom benne, hogy a magyar versenyrendszernek és a magyar versenyrendezésnek szintén egy zászlós hajója lehet az elkövetkezendő időben Szilvásvárad. Sportdiplomáciai siker, sokat dolgoztunk érte, sokat tettünk érte, sikerre jártunk, hogy 2024-ben Szilvásvárad rendezheti majd a 4-es fogadhajtó világbajnokságot. Ennek nagyon örülünk, és bízom benne, hogy ez egyben egy fellendülés, egy fellendítése lehet nem csak a fogasportnak, hanem a 4-es fogad kategóriának is. Meg kell említeni a C-kategóriát, a C-kategóriás versenyeket, hiszen itt voltak a legtöbben. Ez a tömegbázis. Erről majd még a későbbiekben néhány gondolatot szeretnék mondani, de azért ennek az erejét, ennek a súlyát jelzi az, ha csak egyetlen egy számot mondok, hogy a döntőjén Hortobágy Mátán a kettes fogatok kategóriában 19 megyéből 18 teljes csapattal tudott indulni. Ezt gondolom, hogy ez is nagyon örömteli, de a C kategória tekintetében is biztos vagyok, hogy van még tennivaló. Hogyha föltesszük így magunknak a kérdést, hogy jó döntést hoztunk-e, hogy nem írtuk ki a választást a versenyszezon közepén. Nyilván állom és vállalom a kritikákat, és meghallgatjuk ezeket a hangokat, de innen higgyétek el, hogy a Lovas Szövetség berkéből és azt a pillanatokat visszaidézve, mikor ezt a döntést meg kellett hozni, nem tehettünk mást, és jó döntést hoztunk. És ha más nem, életben tartottuk azt a sportot, életben tartottuk azt a bázist, azt az alapot, amire majd a következő szakbizottság építeni tud. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Mind az Európa-bajnokság szervezésében, mind az összes többi verseny szervezésében, minden versenyrendezőnek, minden fogadtulajdonosnak, hajtónak, versenyzőnek, szponzornak, pályaépítőnek, hivatalos személyeknek. Ez egy hatalmas nagy csapatmunka volt, úgyhogy köszönöm nektek, hogy együtt dolgozhattunk, és ilyen sikeres évet zárhattunk. Feladat rengeteg van, szót ejtettem róla. És nyilván
itt a kampányban, az igen erős kampányban szó esett arról, hogy szükség van a változtatásra, szükség van a váltásra. És ezt magam is így gondolom. Én is azt gondolom, hogy szükség van egy olyan csapatra, egy olyan szakágvezetésre, aki ezekre az alapokra építve tovább tudja vinni a magyar fogadhajtás ügyét. Elhangzottak olyan mondatok, hogy bajban van a magyar fogadhajtás. Még egy kicsit egyet is kell, hogy értsek vele, de ezt kiterjeszteném a világ fogadhajtására. Tehát ha bajban van valami, akkor nem a magyar fogadhajtás van bajba, hanem a világ fogadhajtása van bajba. Ha azt nézzük, hogy egy négyes fogadhajtó Európa bajnokságon egy Anglia, nem a csapatot, hanem versenyzőt nem tud adni. Amikor azt nézzük, hogy olyan fogadhajtó nemzetek, ahol akik taroltak, nem tudnak teljes csapattal kiállni, vagy nem tudják kihasználni a 9-es kvótájukat, vagy azt látjuk, hogy mennyi néző, mennyi közönség van egy-egy komoly nemzetközi versenyen, világversenyen, akkor valóban azt kell mondanom, hogy bajban van a fogadhajtó sport, és Magyarország is utol fogja érni, hiszen itt is ezek a folyamatok be fognak következni. Csodáltak minket az Európa-bajnokságon a nézőszámért, hát sokat kellett tenni, meg dolgozni érte, de ez a nézőszám is el fog tűnni, hogyha nem változtatunk valamit. És a változtatás kulcsa nem kizárólag a Magyar Lovas Szövetség, a fogadhajtó szakbizottság kezében van, hanem a Nemzetközi Szövetségnek a kezében. Ott kell komolyan tenni azért, hogy megváltozzanak a dolgok. Elhangzott, és voltak kezdeményezések arra vonatkozóan, amit ugye se az alapszabály, se a sporttörvény nem enged, hogy bárkit diszkrimináljunk, vagy diszkriminatívan indítsuk, vagy léptessük vissza a jelöléstől. Itt arra gondolok, hogy versenyző lehet-e a szakbizottság tagja. Én azt gondolom, hogy a fogadhajtó sport, vagy ha megnézzük a világ sportját, akkor lenne igazán esélyes mindenre, hogyha úgy zajlanának a dolgok, mint a Forma 1-ben. Hátra vagyunk a demokráciát, van egy szuper menedzsment, és mindig a sportág érdekét tartják szem előtt, és mindig azt szerint hozzák meg a döntéseket. Ez Bernie Ecclestone csodálatosan csinálta. Annak idején ez egy ilyen klasszikus mondata volt, hogy a szabály az én magam vagyok, és mindent alárendelek a sportág sikerének. De mivel, hogy egy demokratikus rendszerben dolgozunk, ezért ez nem elvárható. Meg kell felelni ezeknek az elveknek, ezeknek a szükséges dolgoknak is. És éppen ezért választott testületek vannak, választott szakbizottság, mind Magyarországon, mind külföldön. És hogy kik szerepelnek és kik vesznek részt a szakbizottság munkájában, sokkal kevésbé a versenyzőkkel van baj. A legnagyobb probléma azzal volt, hogy folyamatosan a bírók voltak túl dimenzionálva, túl pozícionálva a nemzetközi szakvezetésben. És amikor a bírók kerülnek az irányításba, akkor onnantól kezdve az ő érdekeik lesznek legelől. Onnantól kezdve senkit nem fog érdekelni a versenyzőknek, a hajtóknak az érdeke, a tulajdonosok érdeke. Nem számít az, hogy jönnek-e a szponzorok, nem számít az, hogy mennyien vannak, a közönség az teljesen lényegtelenné válik. És sajnos ez történt a nemzetközi szakágvezetésben. Én körülbelül 2009 óta dolgozom azon, és próbálok mindent megtenni, hogy a dolgok megváltozzanak, és olyan szabálymódosítások kerüljenek hatályba, amelyek ezeket a problémákat megoldják. Mert mi a probléma? Szubjektív, rendkívül szubjektív a sportág. Ez a szubjektivitás ez már túl lépett egy határon. És nézzük meg a világ sportjában, hogy azok a sportágak, ahol csak a szubjektivitás dönt, most mondhatok egy birkózást, ami szinte már nézhetetlen, mert a bírók eldöntik, hogy ki fog nyerni, ott a közönség szépen eltűnik. Az a közönséget egyáltalán nem érdekli. De ha megnézzük mondjuk például a teniszt, ha csak világsportokat nézek, a teniszt és a labdarúgást, hogy az adott szövetségek mit nem tesznek azért, hogy a szubjektivitást minél jobban kiírják a rendszerből. Ugye a tenisznél a sólyomszem vagy sasszem, aki nézi, hogy bent volt-e a labda, vagy kint volt, vagy a videóbíró a labdarúgás tekintetében. Tehát mindenki erre törekszik, mi pedig egyre jobban haladunk benne, bele abba a csapdába, hogy a szubjektivitást előtérbe helyezzük. Jelen pillanatban mi a helyzet? A díjhajtás eldönti a verseny zömében. És ez úgy gondolom, hogy ez nincs jól, ez nincs helyén. Amíg a díjhajtás
az mindig is egy szubjektív dolog volt, de volt ennek egy olyan sármja, hogy az emberek, a közönség mindig azt kezdi el támogatni, akit a legtöbben bántanak. Aki egy kicsit a hatalommal szemben van. Ez egy ilyen kis forradalmi vetület. És amíg a magyar fogadhajtók a díjhajtásban mindig hátrányt szenvedtek, de volt esélyük arra, hogy a maratonhajtásban ezt ledolgozzák, akkor a közönség jött, tódult, mert azért jöttek, hogy megnézzék azt, hogy a Juhász Laci miként fog visszavágni a bíróknak, akik őt lepontozták. De amikor már egy olyan szintet lép a díjhajtás, hogy erre senkinek nincs semmilyen esélye, mert ott eldől a dolog, akkor elfogy a közönség, és eltűnik a sport. Éppen ezért nem húzva az időt, azt el szeretném mondani, hogy nagy harcot vívunk. Sokan azért, hogy itt megváltozzanak a dolgok. Szabálymódosításunk a Nemzetközi Lovasszövetség asztalán van. Egy teljes másodperc alapú értékelés, hogy a közönség is értse végre, hogy miről van szó. Csekély szubjektivitás. A másodperc alapra történő 100% díjhajtás, 100% visszaszámítás. Ott a szorzón lesz a lényeg, hogy mekkora súlya lesz a versenyszámnak. És ezáltal önmagában olcsóbbá is fog válni a sportág. Mert ha megnézzük a költségvetését, a komoly, a világ élmezőnyében szereplő fogatoknak, ott a legkomolyabb költség a drága lovaknak a megvásárlása. És azzal, hogy a díjhajtás alul lesz pozícionálva, azzal sokkal szélesebb körben lehet lovakat biztosítani az élsport számára, és amikor C-kategóriáról beszéltünk, ez fogja megteremteni, és ez teremtheti meg azt a lehetőséget, hogy a C-kategória a teljes versenyrendszer része legyen, és a C-kategóriából legyen esély arra, hogy valaki az A-kategóriába, a nemzetközi szintre és a világbajnokságra jusson. Én úgy gondolom, hogy erre van esély, és mindenkit arra kérek, akinek lehetősége van, hogy ezért dolgozzon, és jelen pillanatban ez nem csak a magyar fogadhajtásnak, hanem a világ fogadhajtásnak az érdeke. Csak néhány szóban engedjétek meg, hogy a kampányról beszéljek. Hát ez is történelmi. Azért ilyen professzionális kampányt még fogadhajtásban, talán a lovasportban sem látunk meg. Azért a többi sport szervezet is irigykedhet, hogy itt nálunk milyen humán erőforrás van a háttérben. Ezek a professzionális elemek nyilván látjuk, hogy néha pénzbe is kerülnek, és először került elő a kampány költségvetés kérdése a lovasportban. Én bízom benne, hogy aki ebben pénzt tett, és főként energiát tett, az mindezt azért tette, hogy a közösség és ne az egyéni érdekeket szolgálja. Én igyekeztem minél jobban kimaradni ebből a dologból, és megmondom őszintén, hogy féltem is ettől a kampánytól. Nem saját magamat féltem, és nem a kritikától féltem, mert aki bármit is csinál, bármit is tesz, és azt az utat választja, hogy egy közösségért próbál tenni, az fölvállalja azt a veszélyt is, hogy ezért támadásokat kap. Hol jogosan, hol jogtalanul, zömében egyébként olyan emberektől, akiknek semmiféle teljesítményük nincs, csak ezzel próbálják felhívni magukat magukra a figyelmet, de aki pozíciót vállal, és ezt mondom majd az új szakbizottságnak is, aki pozíciót vállal, azt vállalnia kell. Még dönthet úgy bárki, hogy nem csinálja, de aki tetre vágyó ember, aki tetre kész ember, annak ezt föl kell vállalni. Tehát egyáltalán nem attól féltem, hanem attól féltem, ami bízom benne, hogy nem következett be, hogy ez a kampány, ez olyan szembenállás és olyan ellentéteket fog gerjeszteni, korbácsolni, ami kibékíthetetlen. Úgyhogy nekünk az lesz a feladatunk, hogy ez a választás után újra az egységet megteremtsük. Ez azt hiszem, hogy mindannyiunknak az érdeke. Azokat, akik folyamatosan azért dolgoznak, hogy minél nagyobb szembenállás legyen, néhány emberről van szó, talán inkább úgy tudom fogalmazni, hogy a régi királyi udvarokban is voltak udvari bolondok, udvari bohócok. Azt tudtuk, hogy azok olyan emberekből lesznek, akik a harcban nem voltak jól, de valahogy fel akarják hívni magukra a figyelmet. És nekünk ezeket az embereket, ezeket valahogy el kell szigetelni. Azt tudom, hogy ez a csapat, ez a társaság azért van annyira felkészült, hogy tudja ezt hova tenni. És az esetleges ilyen túlnyújtózkodásokat tudja a helyén kezelni. De az lesz a feladat, hogy újra az egységet helyreállítsuk, és bízom benne, hogy az új elnökség, az új elnök
az ezt a hatalmas nagy erőt, energiát, ami bennetek, önökben rejlik, ezt egy irányba tudja terelni, és a magyar fogadhajtás újra sikeres lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Megkérdezném, hogy a szakmai beszámoló összefoglalóhoz esetleg van-e valakinek kérdése? Úgy látom, hogy nincsen. Még egyszer megkérdezem, hogy változott-e a létszám? Nem változott? Ja? Az úr akkor. Jó, köszönöm. Jándor, jó napot, kívánok, sziasztok! Egy kérdés, meg egy megjegyzés. A szakmai beszámolóban van egy két sor, ami azt írja, hogy ifjúsági versenyző 73 volt, majd egy sorra lejjebb licenszer 2002. Akkor ez 73 vagy 2. Csak az egy kérdés, hogy egy ilyen, a beszámolóban ilyen adatok nem stimmelnek, akkor meg a beszámoló melyik része nem stimmel. A harmadik pedig, örülök, hogy átvetted, Vili, azt a megjegyzést, amit Bugacsor levezetőként mondtam az udvari bolondról. Az udvari bolond az a királyi udvar egyik legokosabb embere volt mindig, és azért adták oda, hogy ezt a dolgot megtegye. És egyébként pedig már magamra ismerek abban, amit mondtál, nem sértettél meg, nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem azt, hogy ki mondja. Akkor a felvetett kérdésre én szeretnék válaszolni a szakmai beszámolóval kapcsolatosan. Én akkor átadnám a szót a titkárnak, hiszen a számomban ő jobban jártas. És hát nem akartam nevet említeni, de örülök, hogy magadra ismertél. Számok tekintetében akkor a Magyar Lovasport Szövetség nyilvántartási rendszere úgy van kitalálva, hogy először is rögzíti a licenszet befizetett versenyzőket, és külön rögzíti a korcsoportos versenyzőket, akik a versenyeken elindulnak. A szakmai beszámolóban úgy van megfogalmazva, és ez lehet esetleg egy félreértés, hogy a korcsoportok tekintetében az összes Magyarország területén eredményt elért versenyzőket, akár C-kategóriában indult ifjúsági korcsoportos, tehát 21 év alatti versenyzőket is külön szedi a rendszer, és a nemzetközi kategóriában is ifjúsági korcsoportos versenyzőket is ugyanabban a létszámba veszi a rendszer, tehát ez a 73, a licenszert befizetett versenyzőket pedig szintén külön szedi a rendszer, ott pedig az ifjúsági licenszert befizetett versenyzőknél azért csak kettő van feltüntetve, mert a Magyar Lovasport Szövetség fogadhajtó szakágának a szabályzata lehetővé teszi, hogy aki magyarországi ifjúsági versenyen indul, tehát háromszámos ifjúsági versenyen, annak elegendő csak nemzeti ifjúsági licenszet befizetni, ami összesen csak 8000 forint, és Magyarországon volt olyan versenyző, kettő fő, aki ilyet választott. Viszont olyan ifjúsági korcsoportos versenyző, aki már nemzetközi háromszámos nagyversenyen, például Európa bajnokságon indult, ő már nemzetközi licenszet váltott, mint a nagy senior kategóriás versenyzők, ők a nemzetközi licensz típusba számítandóak, akik egyébként 96-an vannak, de ők egyébként nem korcsoportként vannak a licenszet befizetett versenyzők között feltüntetve. A korcsoport az külön kategóriába tartozik, és a korcsoportot szedte külön a Magyar Lovasport Szövetség rendszere. Jánbor, én most nem kell mikrofon mondani, ugye történt itt egy hárítás a Nemzetközi Lovasport Szövetség fele a felelősség és egyéb kérdésekben. A hiteles tájékoztatás azért úgy van, hogy jelenleg a Nemzetközi Lovas Szövetség nincs szabálymódosítási javaslatot asztalott, mert szabályalkotás az antwerpeni közgyűlésen lezárt, és új szabálymódosítás nincs. Tehát azért nagyon fontos, hogy az elnök úr mond, az valós legyen. A másodperc alatti számítás, hogy próbaidőszakot él jelen pillanatban meg. Egyébként pedig azt nem nagyon értem, hogy a Magyar Lovasport Szövetség ennyire elégedetlen a befei munkájával, a Magyar Lovasport Szövetség az antwerpeni közgyűlésen az befei beszámolóját
szabálymódosítását miért szavazta meg, nem is tartozott, és ellenszavazata sem volt. Tehát innentől kezdve cénikus, aki együttműködik, tehát én úgy gondolom ennek, hogy a Nemzetközi Lovas Szövetséget kellene felelőssé tenni az itthoni folyamatokért, miközben ti is egyetértettetek vele. Egyébként pedig a Nemzetközi Lovas Szövetségnél statisztika nem teljesen felel meg, amit a valóságnak, amit elmondtál, nem leszállom, felszálló pályán van a fogadhajtókor. Aznak, hogy az angolok miért nem jöttek el, nem azért, mert nincs csapatuk, meg kellettek kérdezni. Akkor ehhez megengedett, Billy, akkor néhány gondolatot hozzá. Lehet, hogy te vagy a legokosabb, de akkor nem értettél. Tehát én nem arról beszéltem, hogy a mostani szakbizottságnak a felelőssége. Én arról beszéltem, hogy az elmúlt időszakoknak a szakbizottságainak a felelőssége az, hogy így alakult a fogadhajtás, és egyáltalán nem rátok akartam ennek a felelősségét tenni. Bocsánat, még egy kicsit hagy ragadjam magamhoz a szót, de mondok, József szelleme itt van közöttünk, mert én is kettőt lapoztam ővel, és többször előfordult, hogy kettőt lapozott, és egy oldal kimaradt, és ez nagyon fontos, ezt elnézést, de szeretném elmondani. A kampányban elég sokszor szóba került a pénznek a kérdése. És nyilvánvalóan ez az egész onnan indult, hogy itt ellopott 540 millió forintról beszéltek, aztán utána persze ez finomodott, már csak 540 millió magunkra költött pénzről volt szó. Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, hogy mindenki értse azt, hogy a Magyar Lovas Szövetség miként gazdálkodik, és ez fontos elmondani. A Magyar Lovas Szövetség 2009-ben hatalmas tartozásokkal rendelkezett, és innen indult el a munka. És most azt látni nyilván a Lovas Szövetség könyveiben, hogy milliárdos nagyságrendű pénzzel gazdálkodik. De azt tudni kell, hogy ezek a pénzek, ezek zömében címkézett források. Tehát senki ne képzelje, hogy úgy zajlik a Lovas Szövetségnek a gazdálkodása, hogy megkapunk egy hatalmas nagy összeget, és ezt az összeget mi saját magunk, a saját elképzelésünk szerint használjuk föl. Erre az összegre minden egyes támogatási fejezetre támogatási szerződések és direktívák vannak, előre megmondják, mire használhatjuk föl. Vannak olyan támogatások, amik csak keresztül futnak a Lovas Szövetséggel, ahol a Lovas Szövetség csak egy közbelső szervezet, amit a kormány vagy valami támogató valami cégnek vagy valaminek, valamilyen egyesületnek szeretne eljuttatni, ez a Lovas Szövetségen keresztül fut ez a támogatás. Vannak olyan támogatások, amelyek a sportra fordíthatóak, ebből támogattuk egyébként korábban a versenyeket, és ezek is úgy vannak, hogy két fejezetből, az egyik az a műhelyprogramok és a kisebb versenyeknek a támogatása, ez egy agrárminisztérium támogatás, és a sportszakállamtitkárságtól érkezik egy támogatás, de az kizárólag a világkupa versenyekre, Európa és világbajnokságokra használható föl. Csak hogy lássátok a nagyságrendjét, ez 2019-ben ez 210 millió forint volt címkézetten a világkupa versenyeinkre, és ez a tavalyi évben, illetve 2020-ban, bocsánat, akkor volt 210, 2021 esztendőben ez 70 millió forintra karcsosították a Covid helyzet miatt, és először itt az elmúlt 10 év történései között, amikor azt mondták, hogy ezt most a Lovas Szövetség szabadon felhasználhatja. Hát köszönjük szépen, nyilván a felelősséget nekünk kellett ezzel kapcsolatban elvinni, és ebből a fogadhajtás jelentős összeget kapott, hiszen ahogy említettem, a három kiemelt versenyünk jelentős támogatást kapott. Természetesen itt elsősorban a versenyrendezőké az érdem, hiszen ők többet tettek hozzá, mint amit a Lovas Szövetség tudott tenni. A másik nagy összeg és nagy forrás az a Nemzeti Lovas Sportfejlesztési Program. Erről is sokat beszélnek, és azért engedjétek meg, hogy hagyd mondjam el, hogy itt is tisztálásson mindenki. Folyamatosan arról panaszkodtunk kormányzat irányába, hogy nem tudunk igazából az olimpiai szakágakban, azt tudjuk, hogy a magyar sportvezetés, meg a közvélemény is olimpia központú, olimpiacentrikus. Tehát aki nincs ott az olimpián, azzal igazából kevésbé foglalkoznak. És folyamatosan panaszkodtunk, hogy azért nem tudunk eljutni az olimpiára, mert ha esetleg lennének is olyan lovaink az olimpiai szakágban, amik képesek ezt a szintet teljesíteni, akkor olyan pénzek mozognak, hogy ezeket megveszik, ezekért olyan pénzt kínálnak, hogy rögtön eladja a tulajdonos, és kihúzzák a magyar lovas alól. És ezen mondataik lettek meghallgatva, és itt készült egy program,
aminek köszönhetően a Magyar Lovas Szövetség 3 milliárd forintot kapott, elsősorban az olimpiai szakágak és az olimpiájára jutás támogatására. De ennél az összegnél is egy nagyon komoly és szigorú támogatási szerződés van a háttérben, aminek meg kell felelnünk. És ez a támogatási szerződés, ez arra ad lehetőséget, hogy bizonyos eszközöket, hát itt történetesen ugye nem eszközökről, hanem lovakról beszélünk, de ugye közgazdasági értelemben ez eszköznek tekintető, eszközöket vásároljunk, hogy ezeket a célokat elérjük, és ezeket az eszközöket, ezeket fenntartsuk, kvázi a lovakat versenyeztessük, valamint ezek hosszú távon megtérülő beruházások legyenek a magyar állam számára. Ennek megfelelően létrejött egy bizottság, a Magyar Lovas Szövetség létrehozott egy bizottságot, aki stratégiailag dönt ennek az, ezeknek az összegeknek a felhasználásáról, és létrejött egy non-profit Kft., a Magyar Lovas Szövetség 100%-os tulajdonlásában, ami az operatív munkát végzi. A fogadhajtásra is ebből az összegből szeretne a bizottság fordítani. Ennek a nagyságrendjét most vagy nem mondjam, de néhány százmillió forintról is beszélhetünk. Összetett a kérdés, és nyilván, ha eljöttök a Magyar Lovas Szövetség közgyűlésére, ott bővebben el fogjuk ezt magyarázni, de lesz forrás a fogadhajtásra, és pont azért, hogy nehogy véletlenül szó érje a ház elejét, hogy nem vagyok egy választott tisztségviselő a fogadhajtás élén, tehát megvárjuk azt a pillanatot, azt a helyzetet, amíg föláll az új fogadhajtó szakbizottság, és az új fogadhajtó szakbizottság által javasolt program figyelembevételével fogja a bizottság meghozni a döntést. De az nagyon fontos, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak azt támogathatja a bizottság is, és a szerződés is arra ad majd lehetőséget, ami valamiféle előrelépés mutat, vagy az előrelépésnek az esélyét mutatja. Úgyhogy így fogjuk ezt az összeget felhasználni, és bízom benne, hogy ez majd lehetőséget ad arra, hogy akár a négyes fogadhajtó szakág újra fényesen csillogjon. Bocsánat, ez kimaradt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Lassan átcsúsztunk a pénzügyi beszámolóhoz, de mindenek előtt azért van még egy feladata a közgyűlésnek, méghozzá a szakmai beszámolónak az elfogadása, illetve arról való szavazás. Úgyhogy a szakmai beszámolót, amelynek az összefoglalóját hallottuk, de egyébként ugye a fogadhajtó szakák hivatalos oldalán megtalálható, én arról szeretném a tisztelt közgyűlés szavazásra kérni. Aki elfogadja a szakmai beszámolót, kérem szépen, hogy tartsa fel a szavazólapját. Köszönöm. Ezt nem állunk neki most számolni. Ha mindenki levette, akkor jó magasra kérem, ha valaki esetleg nem fogadja el, elutasítja. Nézek a szavazott szemlélő elnök úrra. Rázza a fejét. Nulla. Tartózkodás. Ezt kérem. Tízet látok én összesen. Tíz. 12. Igen. Még egyszer kérem szépen tartózkodásokat jó magasra. 12. Én 12-nek számolom, 12. Ugye? 12. No, tehát 0 nemmel és 12 tartózkodás mellett a szakmai beszámoló elfogadásra került.